Nagyon szépen vagytok. Nem kaptok semmit. Na, kezdjük el. 3, 2, 1. Várjál már egy picikét. Miben lehet enni pudingot? Mert nincs kis tányér, kis tányér. Mert megvan. Van bent olyasmi. Kis tányér. Jó, kis tányér. Nem, vannak bent kehely. Anya, ez biztos kehelybe tárolnak. Miért tárolnál, már kehelybe? Hol becsoljadod? Azt nem a fagy tárolod. Jó, de ez is egy ilyen fajta desszert, nem? Kis miért? Akkor én ennyi erővel beleteszem a, mit tudom én, a francia részt. Melyik a szellőbanál? Ez a szellőbanál. Ugye? És ezzel még... Tehát, hogy inged, aztán nem érhet meglepetés. Tessék! Ennyire igazad van, bassz? Mennyire igazad van? Jó, majd kérdezek valamit, ha... Ne. Jó. Tessék, gyereket, tessék! 2, 1. Életem első pudingja, ha olyan kritikát meg... Életem első pudingja, azt kérdezettem. Ki nem ezt szedi tányérba meg. Figyelj! Figyelj, apa! Na, kóstold meg! Bocs, de elcseszted. Mennyi? Figyelj, anya is kezdte valahogy, jó? Figyelj, én nagyon... Na, jó, ne kóstold meg, ne kotorgázz már, meddig kotorgázod. Reszelt alma. Figyelj, és nézzél, így darabak átszol, megragadok múlik közé. Lányja már ők meg. Levente, kóstold meg, te már nem bír magával. Szürcsön. De borzalmas. Mi van? Nem. Hát várjál. De a szarkoidot királya, érted? Hát nincs ebben elég cukor egyébként, de... Ó, azon könnyen tudunk segíteni, barátocskám! Barátocskám! Parancsolj! Tessék! Cukjába elfőzött kávét, jó? Tessék, te! Azzal a kanállal nyúl bele, érted? Ott van 67 kanál. Ha ezt most bele szórni, ilyen állat fejetlen módon, mint ahogy mindent szoktál csinálni, eltöröm a kezedet. Mennyit szól ebben? Érzéssel és normális módon, nem üzél. Akkor mondjad már, mennyit? Hát egyelőre úgy azt a kanalat, ahogy megcukrasztad, az már tudod, hogy lehetsz keverni. Megkóstolom, hogy tudjam. Figyelj, elmondom, hogy hogy készül. Ne. Lereszeltem az almát, nehogy véletlenül megsértse az ajkatokat. Úgy kezdődött a dolog. Megsütötted? Lereszeltem az almát, majd felfőztem. Nem, almát miért kéne megsütni? Nem egy almát. Nagyon kevés. Pudingot mióta sütnek, te hülye gyerek? Mit tudom én, akkor mit csinálnak az egy kemény? Főzi! Főztem, megfőztem, felforraltam. És fél liter víz van benne egyébként. Lehet, hogy tejet kellett volna. Mi van ráig arra az acskóra? Tej vagy víz? Nem kell elolvasni. Jó. Na egyszer nem elolvasó szakács. Hát én nem szoktam elolvasni semmit, én irányzom szerint megyek. Csak ízlik neki, nézd meg az ember hőrből, hogy befeledett. Neked kéne külön egy ilyen szakácsműsort nyitni, amiben összeszedik. Ez pont az. Ki tud kevésbé főzni? Mutatom, hogyan kell ezt tenni. Ez annyira rossz poénjeid vannak. De vicces, fogyott a fejembe! Azt a becsát! Együnk cukor! Nézd úgy kell engedni a cukrot, így fog ez így rehántod a fejembe! Bakker! Ne! Na, cukrot! Megcukrottam! Nem korpás a hajam! Körülbelül 5 perccel ezelőtt láttad is, vagy 10 perccel? Gyönyörűen föltakarítottam föl mostan. Mit csinálok? Hát most ezzel mit csináljak akkor? Kezdted előre! Milyen aranymosó vagy? Érted? És akkor az itt... Csak most hallgatunk metát, terveken! Nem, bazd meg, összecukroztad a hajamat. Én! Nyilván én vagyok én. Kóstold már egy részületre lente, mondjál már egy szakvéleményt. Híg! Azt én is látom! Mint a ba... Igen, mint a baba. Megfogja az én. Akkor csináljunk valami más. Figyelj! Ne pudingot nevezzük! Sokkal több százalék a víz, mint ahány százalék a puding. Az első meglátásom nem édes. Olyan édes után
olyan, mint a, ha édes lenne. Hát valahol eleve édes. Nem édes akarna lenni, de nem sikerült. Apró, több pozitív javaslat. Igen? Valamilyen neki fogsz, nézd meg, hogy hogyan kell. Várjál, nevezzük át. Nem, például nem pudingot eszel, hanem... Nem, nem pudingot eszel. Nem, valamit eszel, tehát amíg apa készít. Hát, nem puding. Fogod ezt, beteszed egy csomagolásba, és rájött, hogy 100%-ban nem puding. Egyszer egyébként kitaláltam azt, hogy nyitok egy éttermet és kocsmát természetesen, aminek az lesz a neve, hogy nem macska. Tehát más, nem macska. Minden más lehet a neve, egyébként nem macska. Hanem mondjuk egy atombomba. Minden, tök mindegy, az lesz a neve, hogy nem macska. És nyitottál? Nem, még nem. Előttem van. Jó. Előtte az élet. Hát még hátra van az életet. Ez egy olyan átverés, amúgy az előtted az élet. Na, van egy csak kendőt? Vagy van csak kendőt? Vagy... Szívesen hozom, már is. Inkább úgy fogalmaznám, hogy előtted van az, amit úgysem fogsz tudni soha megvalósítani. Kész! Az élet. Hát én az már megvalósította. És nem ő. Még előtted az a sok TV... Figyelj, kompenzálom az, hogy ilyen, hogy mondjam, gyenge minőségi pudingot, kértél egy zsebkendőt, választék, érted? Zsebkendő választék van itthon, parancsolj! Tessék, 10-es formában kéred, vagy 200-as formában? Parancsolj! Vagy 1, 2, 3, 4... És ne csináld! 6. Ne csináld, Benjo! Vagy 12, vagy 12... Miért összeomlik a videó? 120-as, 200-as, vagy 10-es formában. Kigyújtad a kamera álló helyzetben. Most kellene megbeszélni azt, hogy miért beszélni. Nem kéne neked úgy már gondolkodnod előre és bekészíteni, egy, venni egy tartalék kamerát? Mihez? Egyszer ez úgyis tönkre fog menni. Hát de van tartalék kamera. De nem ilyen. Nem, nem ilyen. Szóval. És anyánál van. Anyánál van, mert most ő is videó. Nem olyan jó, mint ez. Hát nem olyan jó, mint ez. Sőt, sokkal ez. Nem igaz. Én helyetben már befektetnék. Én ezt jobban szerezem. Egy olyan kamerában még majd csak akkor fogsz szerezni. Kitaláltam. Telefon. A telefonok sokkal jobb minőségben dolgoznak. Ő. Hát de filmet telefon. Is. Akinek az ujja nem reagál az érintőképernyőre, érted? De filmet... Nyomkodom a telefon, de hát olyan kemények az ujjaim, hogy nem érzékelj a telefon. Hát meg az a baj, próbálom, és így az egy ujj begyen befedi az egész képernyőjét a telefonnak. Ez az egy, mi? Az. Hát de komolyan szerintem a te ujjadra nem reagálnak az okos telefonok, akármit csinálod. De nem vagyok okos, vagy miért? Nem kompatibilis veled, kész. Látom, csak ízlett a nem puding. Amióta megtanultam nem pudingot készíteni, érted? Nagy kanál. Ne arra, az almára csak egy héját tetted bele. Meghámozt az almát jó felségből, az beletette a héját. Igen, nyúlnak vittem ki a meghámozott almát, de érted? Jó, tényleg? Nem. Tehát ennyire fel, most melyik kérdezt kóstolom komolyan? Ha már így a fele elfogyott. Tessék, tessék, tessék! Mi van? Lefikáztad magad. Nem tudod, hogy ilyen csapzások elindultak. Csak behugyoztam. Tudod, mondtam múltkor, hogy mindig magam alá húgyozok. Ez kubazar. Közben nincs a budinkod. Semmi. Ez víz, ez vizes van. Ú, legközelebb már tudom, hogy kell csinálni. Nem kell budinkot felni. Figyelj, első próbálkozásnak az... Megfele... Nagyobb sikerre jársz, megfele, ezt a fényvedőt próbálunk meg megfőzni. Figyelj, legalább 20% arányban a puding irányában... Apa, két dolgot tudsz csinálni. Tendál, ez a... Apa, te két dolgot tudsz csinálni. Vizet meg nem tudjuk. Tényleg, tessék itt egy lábas víz. Nem, két dolgot tudsz csinálni, főtt csirkét. És főtt virslét. Jó. Ez a kettő megy neked. Bár jó. Reggel az... Ja, meg a szendvics, az jó lett. Amúgy úgy. Figyelj. Figyelj, mi lesz holnap. Amúgy úgy jól. Parlentenek fordom is, hogy nehogy véletlenül megedd. Figyelj. Figyelj. Már be van készítve a kurva életben. Ez így. Hát te mi most nem kivaszni akartam a kezedben, hanem elvenni, te meg elejtetted, mert nincs kezed. Hagyjuk.
Meg akartam enni, nem földhöz vágni. Meg tudod? Te tudod mit? Sértődj meg! Nem, tessék, egyetek ahol már. Aha, tehát itt van, amit nem tudod. Ja, ez komplim, azt meg! Nem fér bele a paprikás. Ja, nem is almát rakod bele a paprikba, hanem krumpli. Azt hittem, hogy van alma, nincs. Akkor azért nincs alma íze. Megsüssük? Azért ilyen krumpli ízű. Nem, tedd de majd én megcsinálom oldalt, nem én bízzám. Jó, már ezt sem bízod rám. De figyelj, de próbál ki a nem puding után ezt a számot. Vagy ezt pudinggal tedd bele. Ne! Tencsó! Na. Azért ne ízetlenkedjél már. Na, tessék. Milyen a nem puding után? Milyen, törjük azt a kolbászt. A almás nem puding. Tessék, megettem a... Sikerült a héját felhúzni, mit? Fogják a kommentbe írni, még kolbászt se tudok enni. Hagyjuk már! Egyenlő! Szépen tudok kolbászt enni! Érted, kész? Most így már összehány, tehát nem kérek össze. Én megeszem így is. Semmit nem eszek benne, mint utána. Majd valaki nyit egy YouTube csatornát, hogy én szépen tudok kolbászni. Mióta láttam a kajadarabkákat úszkálni az üvegű vízben, azóta nem eszek utána semmit. Na, gyerekek, pontozzátok 1-től 10-ig. Mínusz 5! Ízre, állagra... Lehet kezdőlelőtt. Hány darab... Kezdőlelőtt. Mit gondolsz a tárgy előtt kajáról? 10-ből... Itt vagyok, tessék. 10-ből 10-szer 0,1. Egyre szar volt. Nem. Még egy... Zoltán, ugye tudja, hogy ezzel nem juthat tovább a döntőbe? Ugye tudja? Egyébként egy valaminek elmen, csak még nevet kéne neki adni. Még nevet se adott neki. Hideg almaleves. Az. Legalább meleg lett volna. Figyelj, csirkepörkölt az nagyon jól megy, nem? A főtt csirke van. Van egy ilyen régi... Ez a levében főtt csirke. Saját levében. Az idegességében megfőtt. Öngyulladás csirkét. Nálunk a gyúgó saját magukat készítik el. Nem bízzák rá magukat. És egyben tálalják is magukat. Ez a főtt tojás tojnak. Azt sem bízzák rá. Már túl sokat idegeskedtek, akkor rántott tojást. Tényleg, Szlovákiában lehet kapni főtt tojást. Tehát ki az a hű, aki nem tud tojást főzni? Vagy akinek nincs rá ideje. Az, akár az 5 perc. Láttam Pesten adtamban egy ilyen posztot, hogy létezik az a nem tudása a konyhai tudásnak, amikor a férfi bemegy a boltba és keresi a rántottát. Jó, lezárjuk akkor a témát. Azért valami biztatót mondjatok, mert holnap nem főzök semmit. Jó van, jó lett, na. Na. Ehhez van egy pozitívum, nem mérgező. Én nem derült ki. Ja, igen, majd pár óra múlva. Kezdő anya vagyok, tudod. Kellek én már nézni, ilyen, hogyan nem érkezve a gyerekezett. Egyébként most, hogy másfél hét is hazajön anya, most kezdesz el megtanulni főzni, tudod. Jó, mire hazajön, már mondom neki. Már hallottak vagyunk. Nincs semmi dolgod, anya. Hazajön, lehetsz a közé. Persze, ma meghaltam. Na, Manikúr. Már a harmadik kanalat használja. Annyira jó, hogy egy kanal nem. Nem, már anya hazajön, és megmondom neki, semmi dolgot, mehetsz a manikűröshöz. Én járok pedikűröshöz, meg manikúróshoz. Te, mit csinál a pedikűrös? Lábadat bizgálja. Hú, az jól hangzik egyébként. Nem, hozzá nem nyúlhatna a lábamon. A körpödet. Hát a bőröket is lesz. Ki tudod neked? Ezt beszéljünk erről? Tehát a bőrök... Nem hiszem, hogy a befolyásolja a... Te a bőröket nem azért megkeményedett bőröket, nem fellazítja meg ezért. Kicsit letolja. Ki betolja ilyen ezért sonka szeletelek. Legyalulja őt. Nem értem, mit csinálsz a megkeményedett bőrrel? Hát már csak az én dolgom, hogy mit csinálok vele. Nem tudod leharabdálni magadnak? Na,
Agyét hálat szoktam gyakorni, hogy ne jöjjön. Új, magam jó fotót láttam, kutya picsírni akart, azt mondom, emelt a lábát a fához, miért ő szabad. Na jó, adjuk meg. Na, szépen. Felemelt láb. Apa, az kérdezik most már. Nem van egy csírjánát, uram. Nagyon jó fotó, hogy tetszett. Csírjál már, tudom, hogy bánatos, hogy rúgodjál már. Na, Szóval már akkor bajos előérzeteim voltak, mikor a pudingos zacskót itt megláttam. Komolyan mondom, komolyan. Már akkor tudtam, hogy ebből nem lesz jó. Lesz valami, de biztos nem jó. Hát figyelj, készült, nem puding. Így van. De ez se jó dolog. Na de, én abban biztos vagyok, hogy ez el fog fogyni. Kicsit vizes. Hát más nem van egy jó. Nem édes. Legalább érted, nem vagytok. Kis havat még teszel fel, ez jó lesz. A pudingos sajnál. Tényleg, nem, ezt csináljuk, azt gyúrunk kint hógolyókat, ezt belemáltogatjuk. És olyas, mint, várj, ezt Szlovákiában láttam ilyet, hogy cigánytelepen. Úgy ettek a gyerekek fagyit. Tudom, hogy csináltam neki, csorgatta bele. Gyúrták a hógolyót, az mána szörpöz rá. Mm. Nem is volt, nem is vicc, jó kis édes. Én láttam elő videót. Mm. Csak mondták nekik, hogy ne oda járjanak a ház mögé, mert az narancsfagy van. Ez nem volt jó poén. Hát meg ne abból a hóból gyújjanak újót, amit lehugyoznak. Hát ezt mondom, hogy a ház hát mögé. Jó, hát mi is járhatnánk így, mert mi is a ház oldalát hugyoznak. De mi nem szoktunk hógolyót enni egyelőre. Megittad a kofolámot? Én ittam meg a kofolámot. Megittad a kofolámot? Megittam a kofolámot. Mennyi egy kort hozzána te? Ezeket az utólagos ilyen gyenge 14-es rövögéseket, megittad a kofolámot? Holnap is eszünk vele. Jaj, végre. Fél, bemegyünk a szobájába, te ott... Agyon velünk! Nem, mivel nem lesz itt volt. Megszítem a saját közön. Pazd meg! Valóban cigizhetsz a szobájába. Átállítva a hárat. Ott fogunk bent inni. 4 liter kannás volt ott bent, megiszunk. Én összehányom az ágyát, mit szólsz? Nem, valamit kicseszünk, de átállítjuk a monitoron a háttérképet. Fejjel lefele. Ja, arra ideges lesz. Tudod, van az az opció, hogy fejjel lefele beállítod a monitort, de megfordítjuk a monitort is, így felfüggesszük a plafonra. Hát ezeket mondjuk úgy is észreveszi, de ha cigarettázol a szobájába, azt is. De hát nem mondtál semmit. Igen, pont erre akartam kitérni, hogy dugjunk el egy csomó pénzt a szobájába. Hordjuk az összes nyúlszart az ágyába. Hogy tegyük tele hógolyóval az ágyát, mikor este lefekszik. Egy lapát havat belefogni. Lefekvés után, mikor már alszik. Egy kis anyaföldet. Na jó. Hajlom. Igen, de ez így is el fogod szenvedni, mert elmész itthonról, szóval hiába hallod, vagy nem hallod. De reggel el kell, hogy menjél itthonról, Benjo. Hogy bontsuk szét a BMW-t, alkatrészekre, és tegyük be az egészet az ágyába. Ki fogom kapcsolni a kamerát? És el kell. Szerintem már kikapcsolt. Jó, lehet. Kiviszed, megeszed? Nem tudom, miért érzem, hogy ezt a paprikás krumplit előbb kiviszem, mint ezt. Abba azért hagyjál, mert én még alig ettem. Az legalább nem jó. Edd ezt! De én nem szeretem a pudingot sem. Nem ízlik? Nem pudingot. Nem ízlik? Hát pedig olyan jó. Fingok az ilyenektől. Aha. Én nem. Gondolod, pláne ettől. Én nem szoktam ilyen gyümölcsös szírszalagot enni, ez nektek való. Ja, nekik ez is jó lesz. Öncsiben egy kis vizet több lesz, hát jó. Mindegy, tele lesz a gyomlod vele, kész, nem vagy éhes, futkározhatsz, menjél játszódjál magadnak, menjél ki az udvarra. Jaj, mi jól van. Erről ennyit.
Úgy se hagyjuk abba. Igen. De. Ja. Akkor nem viszed ki? Ezen dolgokat, ugye tudod a választ. Benjo! És mit teszed boldog a választ? Benjo! Kéred a felét? Kéred a felét? Nem pudin! Nem így ért, nem így kellett értelmezni a visszakérdezésre, hanem hogy minek egy ember. Persze! Gyere egy pillanatra! Figyelj! A lefogyasztom, hogy legyen holnapra is! Szóval próbálj meg nyugat, hát ha igen mond rá! Hogy leviszom a faluba, hát van. Megnézik a filmet. Figyelj, aki elsőre kommenteli a faluból, hogy te, kérni. Abba tudod, be kell csomagolni egy dobozba és elpostázni. Nem, aki elsőnek szól, bármi. Vagy posztoljuk a Facebookra, hogy szegénynek nem ették meg a főztjét, valaki szállja már meg és egye meg. Azok az emberek mindig kiszokták rakni, tudod, hogy mit esznek éppen. Mi is rakjuk ki ezt? Valami! Hogy adok így nevet? Kérlek segítsetek már, mit eszek? Tényleg, amit ki kellett posztolni a Facebookra, hogy ő főztetett, sajnos senki nem eszi meg. Ezért valaki legyen olyan kedves, adója 1%-ával támogassa, hogy egyen meg. Vagy hát, mondom én, az lesz, hogy kisebb adagokban, hogyha lefagyasztunk, úgy jó. Tehát ilyen feles poharakban. Kicsit szopogassam el. A feles poharakban. Miért? De szopogatni jó lehet, nem? Hát ez mindent jó szopogatni. Én imádok szopogatni. Figyelj, feles poharakban kiporciózom, lefagyasztom. Szerintem a feles poharak... Rakok bele pálcikát, akkor már jégkrém mindjárt. Összetörik a feles pohár a teher alatt, annyira nem. Ja. Ah, de Benjo, gyere, együnk jégkrémet! Tegyünk be egy kis piros paprikát. Á, ah, ne, ez még valamire jó lesz. Hát de akkor be kéne valahogy sűríteni. Tegyél bele fejbe. Rábízom. Mi lesz? Van még egy pudingpor. Az fasza. Lehet, hogy most jó lesz. Ne próbálkozzál meg. Semmi, cementet bele. Az biztos, hogy besűr a gipszet. Hát meg gipszet. Onnantól meg már csoki. Figyelj, a lehetőségek tárházát hordozza magába ez a man pudding. Ez tényleg igazad van. Ugye? Tehát ebből még izé is lehet. Várjál. Én drágyad vagy akár. Várjál már, figyelj, van száraz kenyerünk. Hogyha meg... Mi? Van egy... Forgasd meg tojásban, meg ebben. Aztán süsd ki. Nem, ebbe tenni. A Spanyolországban van egy étel, paradicsom sűrítménybe tesznek kenyeret ilyen poharakba, valami pocsettó, akármi, érted, lafucsettó, akármi a neve. La fiesta. Ja, édes élmény. Ez az édes élmény. Az. Na, valami olyasmi. Vagy van az az eset, amikor a teátodat teszed főni, aztán ott felejted rajta, és velem előfordult már, hogy kiégett a te a fazékból, és az aljába bele kövül, bele égett a cukor, meg a teának a többi alkotó elme, és ilyen fekete száraz valami. Hozd már egy pillanatra a teás edényt, és alkos véleményt arról, hogy nálunk milyen, tehát másoknál milyen tea készül, és hát mondjuk belenézünk egy pillanatra, hogy valaki fejtse meg, hogy mi zajlik nálunk. Ez úgy de, hívják, hogy mocsártea. De eleve az edény, az tíz... Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, mint a Star Wars-ban, amikor elmegy az Luke Skywalker a Yodának a bolygójára, és ilyen mocsáron, és így így jön, és elkapja az R2D2-t, meg ilyenek. De ez az edény, amióta... Ez ahhoz hasonlít. Várj, azóta, amióta be lett fogva teás edénynek, nem lett elmosva. Már ha tudod értelmezni. Hát azért van benne olyan mély tej. De egyébként a teja finom szokott lenni, nem? Hosszú a várakozási idő válaszra. Egyébként finom szokott lenni, persze. Persze. Ez a poén kedvéért. Csak nem lehet megfejteni, hogy mi történik benne. Hát az jó kérdés. Mert legalább 10 napig ázik a cucc. Milyen folyamatok mennek végbe a teás fazékban? Vagy inkább már milyen időlények generálódtak le benne? Szeretnéd, hogy felsoroljam a jelen benne levő állatokat? Nem, összetekeket. egy kéve cickafark, úgy kezdődik, hát azt lehetett látni, hogy egy kéve. Egy kéve cickafark. Egy bálaszalma. Ja, csipkebogyó van benne,
amit raktál ma a fogad mellé, ha raktál. Az nem csipka. Szegfűszeg. Szegfűszeg, fahéj és diólevél. Amúgy egyébként inkább a fogamat tettem az szegfűszeg mellé. Aha. Na, csinálunk jégkrémet belőle? Azt csinálsz belőle, amit jónak látsz. Jégkrém. Próbálkozz meg vele, csak ne velem kóstoltad meg. Ezt az azért meg... Előbb kóstold meg, te alkosd magadnak a véleményt, és utána döntsd el, hogy megkóstoltatod-e velem. Ez a jobbik taktika, szerintem, mert így nem esel arcra, így saját magadat fogod... Na de mi van, hogyha nekem ízlik, neked nem? Hát figyelj, például a kannászból mind a ketten meg tudjuk inni, úgyhogy olyan nagy arcraesés nem történhet. Jött valaki, vagy szélvihar van? Vagy suhan bongó száll elé. Na, hétvégén egy jó partit csinálunk, egy jó, veszünk egy pár sört. Néhány. Én már holnap csinálnék egy ilyet. Nem. Miért nem? Holnap nem. Miért nem? Mert nincs hétvége. Holnap még csak szerda van. A szart ért. Mióta számított neked a hétvége hétvégének? Most anya vagyok. Kit érdekel? De ne legyél már annyira. Már volt egy pótanyám. Most már várjuk meg. Kibírod te is. Szerdán? Engem mióta nincs iskola és nincs munka, mondjuk azóta, hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy... Ígyunk többet, mint igen, kevesebbet. De ha nincsen se munkám, se iskola, akkor inni nem kell. Is lesz. Nem számított soha, hogy milyen nap van, mert úgyis egy nap az egy nap, nem lesz attól más, milyen, mert mondjuk vasárnap van, ha nem megyek dolgozni, akkor is írhatok meg, akkor is, amikor nem. Hétköznap van. Ennél már csak az volt jobb, amikor nem jártál már iskolában, nem volt még munkád, a jogsidat már elvették. Tehát minden okod megvolt arra, hogy így áll. Volt ugye olyan, amikor hazaköltöztem Szombathelyről, és akkor tényleg nem volt se munkám, se barátnőm, jogosítványom sem volt, és 8 napon keresztül itthon ültem, és minden egyes nap hullarészeg voltam. És jó volt? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Ezzel ez zárom soraimat. Most nem fogom magamat ezért, ez egyébként kamu, tehát az lehet, hogy jól esett, de nyilván nem pozitív dolog. Iskola példa. Amit én is belátok, és ma például azért nem iszok, mert nincs miből.